Bátori István és a jezsuiták Dr. Meszlényi Antal a magyar jezsuiták a 16. században, 1931. Bátori István bécsi fogsága idején ismerkedett meg a jezsuitákkal. Úgy szólván ők voltak egyedüli látogatói, akik vigasztalták és szórakoztatták. Különösen honfitársa, Páter Szántó István tett rá nagy hatást hat éves római tartózkodásának érdekes elbeszéléseivel szint és meleget vitt az erdei főúr börtöncellájába. Bizalmas viszony fejlődött ki kettejük közt, mely megmaradt akkor is, midőn bátorít a fejedelmi méltóság, majd a lengyel királyi korona ékesítette. Bizonyára e beszélgetésük hatása alatt fogamzott meg benne az a gondolat, hogy hazája katolicizmusát feltámasztja siralmas helyzetéből. Erre megnyílt az alkalom, amikor 1571-ben erős tusa után Békés Gáspárral szemben elnyerte az erdei fejedelmi méltóságot. Egyéni és közéleti kiválóságai még a protestáns és unitárius rendeket is megnyerték, bár nagyon jól tudták, hogy vallásos érzelmei erősen a katolikus egyházhoz fűzik, és ennek érdekeit fel fogja karolni. Személye ismerős volt Rómában is. 5. Pius köszöntő brévét intézett hozzá, melyben többek közt hálát mondott Istennek, mivel őt állította Erdély élére, és sok szerencsét kívánt kormányzásához. A brévét a bécsi nunciusnak kellett volna átadni, de ez nem történt meg. Miksa császár ugyanis nem engedte meg, mivel nem kedvelte bátorit, s jobban szerette volna, ha békés került volna a fejedelmi székbe. De ez nem tartotta vissza szántót, hogy mint a Habsburg légkörben élő rend egyik tagja, fel ne keresse üdvözlésével a fejedelmet. Bátori ezt örömmel vette tudomásul. Válaszában megköszönte, hogy szántó dicséretekkel halmozta el, és kötelességeire komoly intelmekkel és jó tanácsokkal figyelmeztette. Méltó azonban úgy mond, hogy aki a baj orvosságát előírja, azt a betegnek be is adja. Miután a nagy zavarokban a katolikus egyház papjai száműzettek, nincs más hátra, mint hogy ő maga jöjjön Erdélybe, Sivatásának hivatásának és rendje feladatának megfelelőleg apostolkodjék. Amint Tamás diák, a levél kézbesítője, élő szóval is elmondja, ő már helyet is biztosított Somjón a jezsuiták részére. Ebben az ügyben írt már Magyónak is, s reméli, hogy ő sem utasítja vissza kérését. A provinciális meg is kapta Bátori levelét, s nyomban válaszolt rá sajnálattal emlékezett meg az egykor oly virágzó katolikus egyház pusztulásáról, de reményének adott kifejezést, hogy bátori és a hozzá hasonló főurak újból felvirágoztatják azt. Jól esett olvasnia, hogy oly kedvező véleménnyel van a társaság felől, és szívesen fogadná tagjait Erdélybe. Sajnos azonban még nem mehet senki, mivel Szántó atya a többivel együtt annyira el van foglalva, hogy nem lehet őket nélkülözni. Bátori nem nagyon örülhetett e válasznak, mivel alig nyújtott valami támpontot a jövet erre nézve. Neki pedig lelkes papokra volt mielőbb szüksége, hogy a nép hitéletét fellendítsék. Kedvét azonban nem vette el. Ellenkezőleg csak fokozta, és ezért most más oldalról nyúlt a kérdés megoldásához. Szorosabbra fűzte magához Szántó barátságát, és az ő segítségével iparkodott eredményhez jutni. Erre vonatkozólag volt még egy másik kedvező jel is. Maggio ugyanis a neki szóló levelet elküldte a pápának, aki 1572. január 23-án kelt válaszában nagy lelki örömének adott kifejezést, hogy a fejedelem rengeteg gondjai között még arra is szakít magának időt, hogy az egyház elveszett juhainak a visszaterelésével is foglalkozzék. Bozdította, hogy haladjon tovább is a megkezdett úton, s ő imáival kéri Istent, hogy nemes tervei sikerüljenek. A fejedelemnek jó esett ez a pápai elismerés, és igyekezett azt meghálálni. Neki köszönhető, hogy a rendek már az 1572. évi Tordai Országgyűlésen kimondották, hogy vallása miatt senkit sem szabad bántalmazni, de a további innovátorokat sem lehet tűrni, hanem meg kell őket büntetni. Ugyancsak az ő érdeme volt az is, hogy a száműzött katolikus papok és szerzetesek visszatérhettek. Leveleivel kereste fel a magyarországi püspököket, és kérte őket, hogy küldjenek Erdélybe papokat. Ezek folytán méltán mondhatta követe a Szentatyának, István fejedelemnek nyájasságával, jó szívével, s rendes erkölcseivel sikerült az egyház viharoktól hányt vetett hajóját az elmerüléstől megmenteni de ezzel korán sem elégedett meg. Ő fel akarta virágoztatni, ezért is sürgette állandóan a jezsuiták bejövetelét. Szándékát Maggio közölte Nadal generálissal is, de az időt még ő sem tartotta erre megéretnek. És így Bátori nemes lelkének dicséretén kívül egyebet nem kapott. Ugyanígy gyárt Szántó is. Polánkótól ő is azt a választ kapta, hogy egyelőre még senki sem mehet Erdélybe és Bátorinak még éveken át kellett várni, míg terve valóra válhatott. De addig is, ahogy tudott, javított egyház a szomorú helyzetén. Megszűkítette a szertelenség felé hajló Dávid Ferenc működési körét. Megtiltotta Blandratának, hogy a Szent Háromságról bármit is írjon, vagy róla disputáljon. Legszívesebben száműzte volna, de tekintve fejedelmi esküjét, Startvad nép zavargásától, ezt nem merte megtenni. Közben tovább tárgyalt a jezsuitákkal. 1574. március 5-én Bécsbe küldte Tamás diákot, meghagyva neki, hogy keresse fel Maggiót, és vegye rá, hogy legalább néhány társát küldje el Erdélybe. Váradon kész ház várja őket. Az erednekektől sem kell félniük, mivel a város kapitánya Kristóf bátja, és ő megvédi őket. Csupán az a fontos, hogy az elküldendők legyenek jellemes, tudós és szentéletű emberek, kik jó példájukkal és tanításukkal hassanak a népre. Maggio éppen Brünnben volt, amikor Tamás Bécsbe érkezett. A levelet azonban megmutatta Szántónak, aki azt tanácsolta neki, hogy menjen a provinciális után. Tamásnak egyébként is dolga volt Brünnben, s így elutazott. Tárgyalásuk eredménye azonban most is az volt, hogy még várni kell, míg lesz nélkülözhető ember annyit mégis kilátásba helyezett a provinciális, hogy Szent Mihály napja, szeptember 29 körül újból jelentkezzék, s talán arra már tud egy-kettőt nélkülözni, akiket aztán útnak bocsát. Fejedelmének pedig mondja meg, hogy írjon ismét, mert ezzel tanuljelét adja álhatatosságának. Tamás ebbe meg is nyugodott. Jól van, úgymond, fejedelmem írni fog, s ti a levél vétele után jöttök. Amikor Tamás megérkezett a föntebbi hírre, Bátori éppen a vásárhelyi országgyűléssel és a török követ ügyeivel volt elfoglalva. Nem is ért rá rögtön válaszolni, hanem csak augusztus 7-én. Levele telve volt hálálkodással a kapott válaszért. Nincs semmi más vágya, írta, mint hogy a katolikus egyház régi fényében újuljon meg országában. Ehhez közvetlenül szüksége van tudományban, erkölcsiségben és életszentségben egyaránt kiváló papokra, akiknek eddig hiával volt. Arra kérte tehát a provinciálist, hogy ha megmaradt régi szándéka mellett, küldjön hozzá négy képzett és buzgó életű jezsuitát, de köztük legyen okvetlenül szántó is. Váradra telepíti őket, ahol már vár rájuk a kellemes otthon, s megélhetésükről is gondoskodik. E levél hatása alatt tollat ragadott szántó is, és írt a generálisnak. Kérve kérte, hogy hallgassa meg a fejedelmet, s küldjön néhány alkalmas, tapasztalt, a tudományokban és nyelvekben jártas rendtagot. Ha úgy mond, ilyenek vetik meg az erdei misszió alapját, az épület erős lesz, és ellenáll az idők viszontagságainak. Míg ellenben gyenge hajtások és fiatal erők nem bírnak megbirkózni a nagy viharokkal. Szerény véleménye szerint az elküldendők közt okvetlenül legyen két-három magyar, ugyanannyi olasz vagy spanyol, mert a magyar természet ezekével egyezik meg legjobban. A jezsuitáknak így oly nagy hírük lesz, hogy messze földről is elküldik hozzájuk a szülők gyermekeiket, a katolikusok éppen úgy, mint a protestánsok. S hogy szavainak annál nagyobb nyomatékot adjon, kitért a magyar lélek ismertetésére is. A magyar nép úgymond nem makadságból vagy gonoszságból pártolt a téveihez, hanem papjainak hiánya miatt. Vitákba vonva könnyen meggyőzhető, és az igaz egyházba visszavezethető.